13. alkalommal nyitották meg a kézműipari vállalkozók és népi iparművészek vásárát a Nógrád megyei kereskedelmi és iparkamaránál december 1-én, így indítva idén is Salgótarján karácsonyi rendezvényeinek sorozatát. Come, they told me, ba-dum-ba-pum-pum. Huszonnyolc kiállító hozta el egyedi kézműves portékáját, többek között csont- és üvegékszereket, porcelánokat, kerámiákat, bőrből, gyékényből, csúhéból készített ajándéktárgyaikat. A kezdeményezést egyébként a Kamara kézműipari tagozata indította el még 2004-ben. Céljuk már akkor is az volt, hogy a tömegtermelés világában teret kapjanak az egyedi kézműves termékek is, fogalmazott dr. Tordai Péter, a Kamara elnöke. Szabótarjánra hoztuk ezt a hangulatos karácsonyi vásárt, amely idézi a régi vásárokat. Egyébként a mai világban, ahol a tömegtermelés hegemóniája nem tagadható, ennél nagyobb érdeklődés van a kézműves termékek iránt, és ez így van jól, azt gondolom, hogy ez így helyes is. A kiállítók között többen a vásár már visszatérő vendégei voltak, de idén először Szlovákiából is érkeztek kézművesek az eseményre. Akadtak olyan bemutatkozók is, akik már többszörös kézműves remek nagy díjjal rendelkeznek.